hogy mások adományát elvegyem. Egy koponya. No. Nézzük csak. Igen, juss el poliszba, ott keresd meg egy Miller nevű Rangert. Mesél a kiállításon uralkodó állapotokról. Fegyverraktár. Menj a fegyverraktár állomásra, és keresd meg Andrewt, a Kovács nevű embert. Igen, ez a fegyverraktár nevű állomás. Itt készül az összes fegyver, vagyis bocsánat, a legtöbb fegyver, amit a metróban gyártanak. Elvileg ez a gőz egy kicsit fájni fog nekünk. Semmi baj. Előfordul. Azt hiszem, jól vagyunk. Szuper. Itt van velünk szembe a fegyverraktár. Na, de elég barátságosnak tűnnek az itt lakók. De azért ettől függetlenül vigyáznunk kell, mindjárt meg tudjuk miért. Our free station is under the watchful eye of the Reds. Paranoia is the new game in town, so keep yourself below the radar. You understand? Yeah. Igen, amióta ez a káosz elkezdődött. Attention! Document inspection is currently being carried out at the armory. Please stay at your registered residences and assist the law enforcement personnel in their work. Be vigilant, comrades! The enemy never sleeps. Szóval amióta az emberek itt élnek lenne a metróban, ismét elkezdtek ehhez a régi ideológiákhoz visszatérni. Ezért vannak különböző csoportok a metróban, mint például a vörösök, meg a nácik, akik hát egymással újabb kisebb háborúzásba kezdtek idelent a metróban. Mert ugye az emberiségnek egy ilyen helyzetben már csak azt hiányzik, hogy még háborúzzanak is. Miért is ne? Bárhová kopogunk, minden olyan barátságosak az emberek. Azért, mert mindenki rettentő paranoiás. Mindenkit ellenőriznek, mindenki szarért előállítják az embereket. Oké, a főnök elfoglalt. Ó! Ha! You freak! Hell! So, you kick the part that attracts you the most? Pretty weak, though. Watch out, the guards on your back. Don't feed you enough? Hi, he's a fucking comedian, huh? Don't see many of those guys. Try this on for size, you punk! Oh, okay, that one was better, but I still think my grandmother could take you. Let's bring him in. We'll see how his jokes sound at Lubyanka. Shh, hush. And who are you? The comedian's boyfriend? Put your hands up. You're under arrest. All right, lay off. I'll come quietly. Micsoda verekedés! Na. Úgy dorsult barátunkkal, rohadt gyorsan el kell kezdenünk futni. Meg is vagyunk kötözve. Akarom mondani, bridge-ben van a kezünk. És ha nem vagyunk elég gyorsak, akkor nagyon hamar lelőhetnek minket. Ahogy most majdnem. Igen, basszus, a vörösek nem viccelnek. Stop your punk!
Na, hogy ebből az üldözésből... If there's still a god left in our world, that day, he was with me. I have been rescued by Han's friend, Andrew the Blacksmith. He would prove to be my ticket out of the communist station. És itt találkoztunk Andrewval a kovácssal. The only way goes through a goddamn battlefield, the front line between the Reich and the Reds. You'll need a disguise. Take these overalls, put them over your clothes. The Reds are rounding up the volunteers to storm the Nazi fortifications. They're about to send a train full of new recruits straight into the fire. But you will be riding the train unannounced. Your seat won't be first class, but you don't have to pay the fare with your own blood either. Once the troop train has passed the roadblocks, you're on your own. Na, Andrew volt ilyen kedves, hogy megmentett minket. De hogy ebből az üldözésből hogy tudtunk kiszabadulni gond nélkül, észrevétlenül, fogalmam nincs. Viszont itt egy naplóbejegyzés. Fegyverraktár, első feljegyzés. A metróban sokan gyűlölik a vörösöket, mert félnek tőlük. A vörösök mindig éhesek, pedig folyamatosan dolgoznak. Azzal letetik őket, hogy egy szebb jövőért dolgoznak, de évről évre az életük egyre nyomorúságosabbá válik. Halált nem ismerve, önfeledetten harcolnak, a vezetőik pedig eldobják őket, a holttesteikkel elzárva az ellenség fegyverállásainak elhelyezését, úgy töltve életüket, mintha támadásaik halhatatlanok lennének. De halandóak és meghalnak. A kimerültségtől, a túlteljesítéstől, a rájuk kilőtt golyóktól és saját parancsnokaik golyózáporában, amikor megfutamodnak. Azzal bíztatják őket, hogy felsőbbrendűek és acélból vannak, nem húsból. Emiatt sajnálom őket. Miért élnek és halnak? A múlt bálványaim már eltűntek, de erről senkit sem tájékoztatnak. A jelmondatok, amiket hirdetnek, nem jelentenek semmit az új világban. Tilos szabadon beszélniük vagy gondolkodniuk. Aki kérdezősködik, árulónak tekintik. Aki szerint a vörös vonalon kívül jobb az élet, kémként és szabotőrként elítélik. Nagyon rossz felfogás. Minden emberi tulajdonságokat el kell ejtened és beolvadnod. De vannak olyan emberek is, mint Andrew a kovács. Olyanok, akik nem mondanak le a reményről, és kitartanak. A helyében már rég eltűntem volna. Miért van még itt? Talán attól fél, hogy lelövik menekülés közben? Lehet. Lehetséges. Nem tudni. Hello. Ennyi ma lőszeret, ha nem bánod. Szóval igen, ez az állomás egy ilyen nagyon kedves hely. Az emberek piszkosul be vannak tojva mindentől. Aki nem akar nagyon fanatikus vörösökhez csatlakozni. Szóval ennyire független ez az állomás, sajnos egyáltalán nem szabad itt senki. Hello? Hello? Ja, Andrew-t kéne most követnem. És adott nekünk egy áruhát. Aminek hála be tudunk olvadni. Hello? Hehe? Közben itt ordibálnak egymással az emberek, hogy itt kémek vannak már az állomáson, az ellenség szabotőröket küldött ide. Folyamatosan edzenek a katonák. Itt gyanús emberekről beszéltek, akik újonnan érkeznek az állomásra. Mindenkit börtönbe küldenek, még mielőtt beengednék az állomásra. Hogy ellenőrizzék őket, hogy rendben vannak-e, és nem ellenséges kémek. Szörnyű egy hely ez. Visit the shops. Hone your arsenal while you still can, but don't waste time. The train is on schedule and it's not waiting for you. Na igen, és az egyetlen módja annak, hogy erről az állomásról kijussunk és polisz felé elmehessünk, az egy vonat, ami egy frontvonal felé fog menni, ahol a vörösök és a nácik megütköznek egymással, és nekünk ezen a frontvonalon kéne valahogy épségben átjutnunk. Szóval azt kell csinálnunk, hogy itt szépen frissítenünk a felszereléseinket.
És itt már nem lehet olyat csinálni, mint a Metro 2033-ban, tehát az eredeti verzióban, hogy veszünk jobb páncélt, vagy jobb osonkodós ruhát. Itt most nincs erre lehetőségünk. Viszont szerencsére ezekből a felszerelésekből tele vagyunk. Akkor itt tudnánk venni új fegyvereket magunknak, de olyan kevés lőszerem van, hogy nem akarok erre pazarolni, hogy őszinteljek veletek, mert ezeknek a fegyvereknek a nagy részét a metróban is meg lehet találni elszórtan. Helsing, ezt a fegyvert használta Khan is. Hulk házi készítési légmeghajtású fegyver, melyekből nyilakat lőhetsz az ellenségre. Hatékony bármilyen ellenfél ellen közepes hatótávolságig. Igen, csak ezt bármilyen ilyen légmeghajtású fegyver, mint a Tihar meg a Helsing, mindig fel kell pumpálni egy picit, hogy a nyomás benne megfelelő legyen. Házi készítési légmeghajtású fegyver, mely közepes távolságra... Csituljál már el, ne próbáld meg nekem a szarodat eladni, kérlek! Mely közepes távolságra hangtalan lövedékeket lő. Revolver. A fegyver alacsony pontosságát ellensúlyozza a hatalmas erejű lövés. Közeli távra a leghatékonyabb. Dupla csövű puska. Házi készítésű... Dupla csövű sörétes puska. Közeli távon hatalmas sebzéseket képes okozni. Na, automata sörétes puska. Félautomata sörétes puska a revolverhez hasonló tár és tüzelő mechanizmus miatt hatalmas mértékű sebzéseket okozhatsz, mielőtt egyáltalán újra töltened kellene. Kalas. A legendás automata karabély robbanás előtti időkből. Ezt a nagy erejű és híres fegyvert kép viselője és áldozata egyaránt tiszteli. Na, de ez az én kedvencem, a VSV. Egy automata fegyver, melyet hangtalan tüzelésre fejlesztettek ki, de rövid sorozatok leadása is hatékony közeli távon. Szemét! Nem bastard gun, szemét! Egy olcsó házi készítési automata fegyver, mely közepes távolságra rövid sorozatokkal operálva hatékony. Aksú! Hello, ez nincsen rövidítve. This shorter version of the classic Kalash with a folding stock has a very high fire rate, but does not have a range of, or accuracy of its larger sibling. Szóval ez a Kalashnak a kisebb verziója. Olcsóbb kisebb verziója, ami lesz szarabb. Ó, itt a Hellbreath! Ez a fegyver csapágygolyókat lő ki hihetetlen sebességgel, de a kondenzátor feltöltése beletelik némi időbe. Keveset sebez, ha nincs teljesen feltöltve. Á, nem tudom. A Helsingben az a jó, hogy mivel nyilvesszőket lő ki, ezért a kilőtt nyilvesszőket bármikor vissza lehet szerezni. Hű, bazd meg, így ellövöldöztem a puska töltényeimet. Viszont csak 16 nyilvessző lehet nálam. Ezt a szart, bármilyen lőszertípust szeretnék eladni, csak egy katonai lőszer kapok érte, viszont ha venni szeretnék, akkor az csillagászati összegekbe kerül. Hát ez így annyira nem jó. Ó, tehetnék plusz távcsöveket. A stukkeremre. Nézzük csak. Éjjellátó célzóka. Ez az éjjellátó még a háború előttről származó technológia, és a sötétben rejtőző ellenség pontos eltalálását teszi lehetővé. Reflex irányzék. Ez a háború előtti irányzék megkönnyíti a fegyver célzását közeli és közepes távon anélkül, hogy túl sokat áldozna fel a látómezőből. Kétszeres célzóka. Ez a háború előtti optikai célzóka megkönnyíti a közepes tábra való célzást, de csökkenti a látószöget, így megnehezítve a használatát az alagút falai közt. Az nem jó. Cső. Hosszabbított cső. Ez van most rajta. Megnöveli a pontosságot közepes és hosszú távon, de nehézkesebbé teszi a fegyver kezelését. Persze, hiszen már majdnem egy kisebb puskáról van szó. Hangtompító. Elrejti a torkolat tüzet és tompítja a lövések hangját. Emellett csökkenti a szórást is. A lövedék sebessége emiatt pedig... A lövedék sebessége vesző emiatt pedig a sebzése is csökken. Tehát mind a kettő. Egyéb.
Nézzük csak. Markolat plusz hosszabbítás, ez van most rajta. A pisztolyra felszerelt markolat és csőhosszabbítás gyakorlatilag egy rövidcsövű karabélyá átalakítja, csökkentve a visszarugást és nagy mértékben megnövelve a pontosságot. Lézeres optika. Ez a háború előtti optikai célzóka megkönnyíti a közeli távra való célzást és a hirtelen célra tartást. Az igaz, ez nem lenne rossz. Nézzük csak, hogy a puskánkat hogy tudnánk felfejleszteni. Sörétes hangtompítóra tudnám cserélni. Elrejti a torkolattüzet és mérsékelten tompítja a lövéseket, csökkentve a szórásokat. A lövedék sebessége is csökken, ami a további sebzés csökkenéshez vezet. Ugye most a 4 cső van rajta. Meghosszabbított csövek. Csökkent a lövés szórásán, a közelharci fegyverből akár közepes távra is jó vadászpuskává válik. Na, 4 cső. Kétszeresére növeli a duplett tűzerejét, duplettnek hívják ezt a puskát, lehetővé téve, hogy egyszerre 2 vagy 4 lövedéket indítson útnak, ami ebből kiindulva megnövekedett visszarugást is okoz. Ah, még itt is vannak egyéb fejlesztések, van markolat rajta. Ah, igen, ez a markolat most rajta van. A kovács műhely fegyvermestereinek rugótöltésű markolata hatékonyan ellensúlyozza a visszarugást, megnövelve ezzel a fegyver pontosságát. Ezen van lézeres célzó is. Ez a háború előtti optikai célzóka megkönnyíti a közeli távra való célzást és a hirtelen célra tartást. Ergonomikus markolat. Megkönnyíti a fegyver kezelését, csökkentve a visszarugás pontosságára gyakorolt hátrányos hatását. Jó. Bullets exchange! Special offers and discounts! Ahogy látom, szűrőket nálad nem lehet venni, barátom. Bullets exchange! You won't find better rates in hall. Na, nézzem csak. Vásárolj magunknak lőszereket. Don't have any more. Szuper. You're welcome. És akkor... vegyünk egy... hát nem tudom. A puskára mindenféleképpen megveszem ezt az ergonomikus markolatot. Igen. Ez mindenképpen. Könnyebb legyen bánni ezzel a döggel. Na, 4 csőnek jobban örülök, hogy őszinte legyek veletek, mert az ilyen... azonnal egy mutáns meg tudok vele ölni. Na, a stukkeremre viszont... erre is szeretnék rakni lézeres célzót. A hosszú cső az nekem tökéletes. Viszont szeretnék egy irányzékot is rárakatni. Legyen az éjjellátó. Szuper. It's okay, guys. He's with us. Come on, jump into the hole up too. Igen, abban a lyukban mindjárt le kell ugranunk. Már is. És még körbenézek itt, hát ha van még valahol katonai lőszer, de nem hiszem, hogy van. Na, hup lefele, itt lesz a utolsó napló feljegyzés. El is olvasom gyorsan. Második feljegyzés. Nem tévedtem Andrewval kapcsolatban. Csupán komolyan alábecsültem. Nem fél a meneküléstől. Olyanokat tesz, amihez sokkal több mersz szükséges. Andrew másoknak segít megszökni a vörös vonalról, minden percben a saját életét kockáztatva. Ő és a barátai rengeteg menekültet mentettek meg elhagyott átjárók és elfeledett alagutak segítségével, amitől a vörösök még tudomást sem vesznek. A menekültek általában szó szerint és képletesen is ezt a föld alatti metróvonalat használják, hogy a vörös vonalról az igazi metróba jussanak. De számomra Andrew fordítva segít. El kell jutnom a vörös vonal és a náci birodalom között húzódó örökkévaló háború frontvonalára. Azzal a vonattal megyek, amelyik friss ágyatöltelék csoportot szállít a húsdarálóba. Legfontosabb az a része, hogy mikor ugorjak le. Hát... na igen. Na igen. Legfontosabb ez a része. Na most mindjárt fölénk parkolnak ezzel a kis kocsival, és akkor fel tudok szállni a csomagtartóba. Csomagtartóra.
Artyom, you see that luggage hold? Get into it. Bizony. Már megyek is. Recseg ropog, nagyon stabilnak hangzik. És itt a Metro 2034 című könyv. So, what do you guys think? Let's go, huh? Legalább tudunk olvasni valamit. Közben. Míg a frontvonalra megyünk. Is it really safe in there? I wouldn't like to see him fall down onto the rails. Now that's no first-class carriage. But he's good as dead if he stays. If we go straight to the Bianca, and that's a one-way ticket. Lubjanka, hey, gulag. Okay, pick it out. It's okay. It's a lot to you now. Hát, köszönöm szépen, Andrew! Kijuttatsz innen! Hát igen, itt a húsdaráló megnevezés nagyon is jó. Az egész hely, ahová megyünk, tényleg egy húsdaráló lesz, semmi más. Az, hogy észrevétlenül hogy fogok én ott átjutni, az meg egy másik jó kérdés lesz. Oké, katonák most szállnak fel. Ha véletlenül éppen pisi szünetem voltál, vagy hasmenésed volt és lekésed a vonatot, azonnal dezerten egy nyilvánítanak is nagyon lőnek. Join the army, they said. See the world, they said. My father was a Red Army soldier, and his father as well. It's the family tradition. So tell me, Lev, is it also your tradition to lose arms and legs on the battlefield? They were happy to make those sacrifices. Sure. Drunks and fools are happy too. There's a black capsule in my ammo pouch. What is that? An antibiotic? No. It's cyanide, in case the enemy captures you. What? But... God forbid suicide. I'd go straight to hell. Listen, altar boy. A Nazi prisoner is going to hell anyway. Trust me. The pill is faster. I could never take my own life. Then give me your pill. I'd rather swallow two than rot in one of their stalags. Hát no, még ciánt is adnak nekik.